A tavasz és az ősz számít a konferenciák időszakának a felsőoktatási intézményekben, így a Debreceni Egyetem nyíregyházi egészségügyi karán is. Idén ezek szervezésében is alkalmazkodni kellett a járvány miatt megváltozott körülményekhez. A hagyományos szakmai rendezvények ebben a tanévben sem maradtak el, csak átköltöztek az online térbe. Így zajlott le november közepén a Magyar Tudomány ünnepe három programmal. Az egyik egy könyvbemutató volt, amely a kutatók és oktatók mellett a hallgatóknak is szólt. A második konferenciánk, amely szintén online módon lett meghirdetve, és már ugye túl is vagyunk rajta sikeresen, ez az interdisziplináris és nemzetközi konferenciánk volt, kutatási innovációk és új kutatási eredmények címmel. Ezt a konferenciát szintén a kutató kollégáknak, ugye az oktató-kutató kollégáknak szerveztük, de mindig van minden egyes tudományos konferenciánk alkalmával egy olyan szekció, amely a tudományos utánpótlásban tevékenykedő fiatal kollégáknak, illetve hallgatóknak ad arra lehetőséget, hogy a tudományos eredményeiket ismertessék. Az évről évre megrendezett gerontológiai konferenciát is megtartják ezúttal november végén. Szintén ekkor lesz az a dékáni kerekasztal beszélgetés, amely a kar múltjáról, jelenéről és jövőjéről szól majd. Idén 30 éves ugyanis az egészségügyi kar, és mivel ezt a nagy rendezvényekkel nem tudják megünnepelni, ilyen módon emlékeznek meg a jeles évfordulóról. A korábbi dékánok múltidézésébe, eszmecseréjébe online is be lehet majd kapcsolódni. A dékán helyettes arról is beszélt, ahogy eddig, úgy ezúttal is próbálnak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, szavai szerint ez csak találékonyság és kreativitás kérdése. Bízunk abban természetesen, hogy ezért ez egy viszonylag rövid időre szóló időszak, és azért az a jó, hogyha az empirikus munkánkat úgy tudjuk lebonyolítani, hogy a kutatócsoportok tagjai azok személyesen is tudnak egymással kommunikálni, de azt gondolom, hogy nem jelent számunkra akadályt az, hogy most ebben az időszakban az online platformon kell egyeztetnünk. Az adatfelvétel az nem annyira egyszerű online módon, de éppen kivitelezhető. A jó megoldások közé sorolta a tudományos interjúk Skype-on vagy más hasonló felületen történő elkészítését, vagy az online kérdőívet, mint fontos adatgyűjtési módszert.